Kántor bácsinak, Hámori László Karnagy úrnak, hogy én tudom játszani az Ez nagy szentség valóban, és a magyar himnuszt kottát olvasni, nem tudtam természetesen. Na, mutasd meg, fiam. És akkor hát eljátszottam neki, és akkor olyan bátor volt ő, és felelősséget vállalva odaültetett engem akkor is az orgonához, amikor a templom tele volt hívekkel, és én játszottam Ez nagy szentség valóban, és a hívek énekeltek lent. Hát nekem ez egy hatalmas nagy élmény volt. Sikerült Solymos Péter tanárhoz bekerülnöm a Zeneakadémiára. Olyan fantasztikus nagy élmény volt, hát egyrészt ebbe az épületbe bejönni. Aztán volt egy csodálatos tanári kar. Olyan volt, hogy az ember szinte nem ismerte sokszor megszólítani a tanárokat, olyan tekintélyük volt. Ez egy szentély. Nem túlzás ezt mondani. Én nagyon bátortalanul léptem be ide, mert féltem attól, hogy nem vagyok méltó arra, hogy én ide jöjjek. De nem is, még arra sem számítottam, hogy növendék leszek valamikor. Arra aztán pláne nem, hogy 10 év múlva tanszékvezető és 20 év múlva rektor, erre egyáltalán nem számítottam. A Filharmónia megadta a lehetőséget akkor talán először még tanuló akadémisták számára, hogy megmutatkozhassanak egy bérlet sorozatban. Ez 69-ben volt a Zeneakadémia kis termében, és elég jó visszhangja volt annak idején. Úgyhogy ez az indulásunkat valamennyiünknek nagyon jól megsegítette. Az úgynevezett négyes fogat. Kocsis Zoltán, hogy ne mondjam, pótolhatatlan a zene életbe, pótolhatatlan. Azt mondják, hogy nincs pótolhatatlan ember. Hát őt nem tudja senki pótolni, ez meggyőződésem. Azután Ránki Dezső, Falvai Sándor és Pocsékságom. Egy-egy koncert volt hónaponként, ez volt a bemutatkozó. Talán a legszeretetteljesebb ember, akit ismerek. És minden tettét és minden szabát áthatja a szeretet. És ez azt hiszem, hogy enélkül egyáltalán nem lenne érdemes semmilyen művészettel sem foglalkozni. Akkor valamit eljátszom az órán, akkor mindig úgy zajlik, hogy végigjátszom, és a tanár úr mond egy pár kedves szót, és utána azt mondja, hogy lenne egy pár kérdése. És ezekben a kérdésekben olyan alapvető dolgokra világít rá kérdezés által, amiknél én megdöbbenve állok nagyon sokszor, hogy hát magamtól ez hogy nem juthatott eszembe, hogyha ilyen egyértelmű. Különleges muzsikus típus. Ő nem a 20. század második felének a muzsikus típusa, hanem az a régi fajta komplett zenész, akiben az alkotói véna épp úgy jelen van, mint az előadói véna. Fantasztikus zenei hallással, adottságokkal, lelkülettel.